A Pearl Harbor elleni japán támadásra emlékeztek a túlélők Honoluluban. A japán légierő 1941. decemberében intézett légicsapást az amerikai támaszpont ellen. Roosevelt elnök nem sokkal később hadat üzent Japánnak, és ezzel az Egyesült Államok belépett a II. Világháborúba. Alaposan megtizedelte már az idő a Pearl Harbor ellen 72 éve elkövetett japán támadás túlélőit. Az idős emberek közül többen botra vagy családtagjaikra támaszkodva, illetve tolószékben érkeztek a megemlékezésre. A túlélők arra figyelmeztetnek bennünket, hogy Amerika tanúsítson állandó éberséget, mert ez a szabadságára. Kötelességünk elérni, hogy ellenségeink soha többé ne lepjenek meg bennünket, mondta az amerikai csendes-óceáni flotta parancsnoka. 1941. december 7-e békés vasárnapnak indult Hawaiion. Nem sokkal reggel 8 óra előtt azonban több mint 180 japán repülőgép támadást intézett a csendes-óceáni flotta Pearl Harbor-i támaszpontja ellen, majd következett a második hullám. 2400 amerikai halt meg, minden második közülük az Arizona hadihajón, amelyet japán torpedók süllyesztettek el. Franklin Delano Roosevelt elnök a gyalázat napjának nevezte a történteket, és hadat üzent Japánnak. Ezzel az Egyesült Államok belépett a II. Világháborúba, a harcok pedig kiterjedtek a csendes óceán térségére is. Ahogy a jelenlegi flotta parancsnok fogalmazott, vonakodva ugyan, de Amerika végül bekapcsolódott a harcokba, és végül megnyerte a II. Világháborút.